Üdvözöljük a kulináris világ olvasóit! Ma csirke mellett készítünk cserjeptálban, ami egy végtelenül egyszerű, teljesen naturális és ráadásul egészséges étel. Hozzávalók. Csirkemell, jelen esetben félbe vágtunk, de akinek szimpatikusabb, az bevágva félbe is hajthatja. Paradicsom, burgonya, cukkini, hagyma, paprika és a pikantéria kedvéért mi egy fej almát is karikára vágtunk. Fűszerezésként pedig só, bors és egy kis majoranna. Mielőtt hozzákezdenénk a hozzávalók rétegezéséhez, a cserétárat legalább fél órára áztassuk vízbe. És most pedig elkezdjük egymással rétegezni a hozzávalókat, méghozzá a burgonyával kezdünk. A burgonyát sóval, borssal ízesítjük. El lehet érni a sorrendtől, de javaslom, hogy következő rétegként a hagymát helyezzük el. Ez legalul a burgonyával nagyon kellemesen össze fog párolódni. Kellemes kis pikantériát ad az egésznek, hogyha a hagymához némi almát is vegyítünk. Most pedig jöhet a hús. Mint mondtam, én vékony szeletekre vágtam a csirke mellett, akinek szimpatikusabb, félbevághatja és szét is hajtogathatja. A csirke melleket sóval, őrölt fekete borssal, egy kis majorannával, végül pedig őrölt vegyes borssal ízesítjük. És utolsó lépésként felhelyezzük a rétegek tetejére a zöldségeket. Először a cukkinit, majd a paradicsomot és a paprikát. A cseréptel másik felébe beborítjuk. Majd 160 fokos előmelegített sütőben kb. Fél óra, 3-4 óráig sütjük.